Befejezéséhez közeledik az Alegerszegi Multec Kft. Új üzemcsarnokának és irodaépületének építése. A cég elsősorban szerszámgyártással foglalkozik, főleg az autó és az elektronikai ipar beszállítójaként. Az új létesítményt ma mutatták be a sajtó munkatársainak. Március végén még így nézett ki a terület az Északi Ipari Parkban. Az alapkőletétel után 7 hónappal viszont már így néz ki. A vállalat 1500 négyzetméteres új csarnokot épített. A 500 milliárd forintos összköltséghez közel 100 millió forint állami támogatást nyertek. Ahhoz, hogy az épület kihasználtsága megfelelő legyen, új technológiákat vezetnek be. A lézerhegesztő, tengeres marógép. Molnár Gábor ügyvezető azt mondta, több új lehetőséget is jelent nekik a bővítés. Új piacokat, illetve hát eleve egy reprezentatív környezet alakul ki körülöttünk, ahogy tulajdonképpen a vevőink szájról szájra adják tulajdonképpen a hírt, azt, hogy igen, gyökeret vertünk, igen, egy nagyobb beruházásnak futottunk neki, biztosak, stabilak vagyunk, és ezáltal tulajdonképpen folyamatosan jönnek az új vevők, illetve tágulnak a lehetőségeink. A bővítéssel 8-10 főnek tudnak új munkahelyet biztosítani. A vállalat tervezi továbbá, hogy egy 1000 négyzetméteres csarnokot a még kihasználatlan területre épít a következő években, ezzel tovább növelve alkalmazottai számát. A Multec Kft. Tulajdonosaival megállapodtunk abba, hogy az országban lévő érdekeltségeiket Zalaegerszegre vonják össze. Itt hamarosan elkészül a cég új gyártóbázisa itt az Északi Ipari Parkban. A létesítmény mellett még egy hektáros terület bővítési lehetőségként szóba került. Ez egy fontos elem, hiszen a mostani fejlesztés, ami mint egy 500 millió forintos fejlesztés, folytatódhat és további munkahelyek jöhetnek létre. Az új üzemcsarnokban a termelés várhatóan tavasszal indul meg.